Start. Start elindult az ötödik futam, ez a Super G Handicap. A start előtt egy kicsit bizonytalankodott Angelo, de egy vonalba jött el a mezőny az autó mögül. A nagyon régen látott ördög hegedűse van belül is, őrzi a falat egyelőre. A Rosamundival szemben Ündám teremt magának egy egészen jó pozíciót, Angelo van ott mellette. Aztán érkezik Uptown Boyem, kívül reked a harmadik spurban Ultimate Force, a Zadarem, illetve Vakuum Cooperig bent a falon, amikor a mezőny most már az első egyenese fordul, és vezet ördög hegedűse. Ördög hegedűse és Rosamund párosa hozza a lovakat az utolsó 1300 méterre. Mögöttük érkezik kívülről Ündám, bent a falon Angelo, majd a favorizált Uptown Boyem Zadarem társaságában Vakuemku, a sor végén egy-két osszal lemaradva Ultimate Force. A nap leggyorsabb kezdése volt ez, 11.5-öt mutatott az óra, tehát nagyon erőteljesen elindult ördög hegedűse, aki továbbra is vezetni tud. Bár előrébb látszik Rosamundi, viszont övé a külső ív harmadik helyen, Ündám színei tűnnek fel, aztán Uptown Boyem igyekszik fölfele, ott a légüres térbe, talán Rosamundi hátára, hajtójának hátára tudja majd Miskolcsik Valentin nyomni a lovat, az ötödik helyen pedig Angelót láthatjuk, őt pedig Zadarem követi. Nagyon érdekesen alakul a futam, megpróbál a háttérből elindulni Ultimate Force, aki azért nem fut szerencsés versenyt, hiszen az első kanyart folyamatosan harmadik spurban kellett megtennie. Elő látszik továbbra is Rosamundi, de nem tud lecsukni a belső íven versenyző lónak, ördög hegedűsének, aki tulajdonképpen így akár vezető lónak is mondható. Harmadik pozícióban ott van Ündám, illetőleg Uptown Boyem megindítja a rohamot. Jön az utolsó 400 méter, a két vezető ló gyíkolja egymást, de könnyen lehet, hogy a végén egyikük sem fogja most már bírni. Kívülről elindul Uptown Boyem, próbál jönni Ündám, Angelo is egészen közel van, Ultimate Force, a falon Zadarem, illetve Vakuemku. Rosamundi az érre át, ördög hegedűse visszaesik, támad Uptown Boyem, jön a favorit az utolsó 200 méter kezdetén, Ündám azonban komoly ellenfélet, illetve Ultimate Force, hogy mindig ott van, Angelo is remek versenyt fut, Ündám vagy Uptown Boyem, Uptown Boyem mellett Ündám az utolsó 50 méteren, elvegy Márton Lajossal, Ündám nyeri meg a Super G Handicapet, Ündám magabiztos nyerője a futamnak, Uptown Boyem lesz majd teljesen lelassítva a végén, a második, Angelo a harmadik, Ultimate Force a negyedik.